Az elmúlt 5 évben jelentős változtatások zajlottak a területi államigazgatásban. Ez nem csak a kormányhivatalokat, hanem számos más államigazgatási szervezetet is érintett. Ugyanakkor a főhatósági struktúra nem módosult, pedig a tevékenységük jelentősen átalakult, ezért indokolttá vált működésük áttekintése. A döntések legkésőbb az év végéig megszületnek majd, ezek következtében a kormányhivatalok feladat és hatásköre is jelentősen változhat. Az átalakítások a gazdaságosabb és magasabb színvonalú államigazgatási tevékenységet szolgálják. Ehhez azonban szükség van az elkötelezett, szakmailag jól képzett kormánytisztviselőkre is. Eljött az ideje annak, hogy sok év után a kormánytisztviselőkre is némi napfény jusson, anyagiakat is tekintve, és hát a miniszter úr is elkötelezett a tekintetben, hogy kormány előtt van a állami tisztviselőkar létrehozásának a szándéka, amihez egy életpálya modell, nem modell, hát életpálya is csatlakozna. Ennek bevezetése illetményemelési lehetőséget teremt első körben a járási kormánytisztviselői kar számára, aztán várhatóan kiterjed majd a kormányhivatal más szervezeti egységeire is.